Hát esős, szép jó reggelt mindenkinek. Oh, esik a eső. Hihetetlen. Nem fog holnap is esni véletlenül? Na, jó hangulatban vannak a embereink. Flowerdance. Ja, tényleg, Flowerdance lesz. Foraging. Itt van kettő, ott van négy, akkor még kell kettő. Aha. Hello. Nem mutattuk még meg Günthernek. Na, a. Enne meg ez. Nem, tedd vissza. Nem bemegyek akkor a saját rendszereimmel. Amúgy annyi rendszer van ebben. Semmi. Ilyenünk van már. Nem tudom, merre be. Nincs. Innen látszik. Ennyire nem vágtam fát. Ide is kell egy kóli. Green bean-t azt nem gyártottunk, nem baj. Ezzel majd később foglalkozunk, mikor már egy kicsit jobban vagyunk minden téren. Főleg anyagilag. Jó. Ennyire nem vágtam fát, hogy amúgy nincs fához cuccom. Ja, hogy van. Na jó. Akkor jó van. Akkor nem szóltam, testvére. Akkor egyáltalán nem. Csinálni fogunk külön ládákat arra, hogy foraging, meg külön növényeknek, külön mindenre. Mert ez így most kezd egy kicsit káosz lenni, hogy mi hol van. Amivel alapból nincs gond. Egy darabig. Most még az elején vagyunk. Ez még ilyenkor elnézhető. 9-kor kezd... Nyit Günther. És 9-kor nyit Clint is. Tehát úgy akarom amúgy megcsinálni, hogy lesz egy olyan külön helyünk, ahová csak a foraging cuccokat rakjuk be. Lesz egy külön helyünk, ahová csak a favágós cuccokat rakjuk be. Lesz egy külön helyünk, ahová csak. És akkor így fogjuk úgymond rendszerezni majd a dolgokat. Csak most miért fordultál el? Édes Isten. Kilencig még fát vágok. Utána gyorsan elmegyünk, megcsináljuk az új baltát. És az új baltával már fogjuk tudni vágni ezeket a nagyobb rönköket is. És a nagyobb rönkökből fog majd jönni a hardwood. Hát szépen lassan amúgy jó irányba haladunk, csak ezt így nagyon elnéztem, mert tényleg nem emlékeztem. Csak most így, ahogy az előző rész végén ott álltam egy helyben, és így gondolkodtam rajta, hogy mondom, nem csak a növény szedéssel lehet növelni ezt az értéket. És akkor esett le, hogy amúgy én rohadt sok fát vágtam régen is, és erdőt telepítettem, és stb. És akkor jöttem rá, hogy Meg amúgy a... Tehát két dolgot fogunk most felfejleszteni, azért is viszek magammal csomó lomot. Mert a másik az meg a balta, vagy a fejszelőre. A balta meg a fejsze, így van. Jó van, hülye gyerek. Tehát az egyik az a balta lesz, a másik pedig a csákány. Most ezt a kettőt látom értelmesnek, hogy ezt a kettőt fejleszik fel minél hamarabb. Az már 9 óra elmúlt hely.
Adidas-t is. Egy. Azért, mert hogyha felfejlesztem a csákányt, akkor gyorsabban fogunk tudni csákányozni odalent. És lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy meg is nézzük egyből, ahogy felfejlesztettem, hogy mi a következő szint követelménye. Úgy emlékszem, hogy 5000 gold. És a vas. Volt benne egy mag. Dobál ki famagot. Nemesebb dolgokat dobáljatok már ki, ne fát. Günti? Donate. Oda. Köszönöm. Mármint, hogy te köszönöd nekem, hogy én csinálok egyáltalán valamit azért, hogy neked a dolgaid haladjanak. Ne. Upgrade. Csinálunk akkor egy copper oxid. Baszki. És ilyenkor nem is tudom upgrade-elni, mert hogy már igen, az előzőt csinálja. Jó. Akkor. Jó. 121 iron bar. Az, hogy hoztam elő. Mit nyomtam? Ott van! Yes! És miért zene ikont játszik le? Ez miért, miért zene? Ja, 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 ja. Jó. Nehogy adom neked oda. Lehet, hogy most elbeszom. Nem megenni akarom, te hülye. Special. Akkor tetszik neki. Én úgy emlékeztem, hogy ezt oda viszem, aztán kész van. Így azért nem lesz olyan vicces. Na jó. Az a baj, hogy senkivel nem vagyok olyan helyzetben, hogy meghívjam páncigálni. Nagyon nem vagyok senkivel sem ilyen helyzetben. Ezt lehet jobb lett volna, ha nem látom. Szerintem a kutyámmal jobb állapotban vagyok, mint a az emberek nagy részével. Ja. Bár ez a baj, hogy a kutyával is van olyan, amikor elfelejtem megsimogatni. Ezt lehet jobb lett volna, ha nem látom. Na várjál, mert most így ez a baj. Jó, mindegy, akkor köveket szedjük. Én úgy tudom, hogy ilyenkor meg ugyanúgy a bányászáson megy feljebb. Tehát, hogyha takarítok, azzal amúgy nem járok rosszul semmilyen módon. És a másik, hogy úgyis lassan vége van ennek a seasonnek, évszaknak, bocsánat. Az a baj, hogy néha elfelejtem azt, hogy nem mindenki tud angolul. Nekem a kiejtésem amúgy nagyon szar. Hát azt lehet savazni, mert azt tudom, hogy... Nem nagyon vagyok. Az angol nagyjából mondhatom azt, hogy a második anyanyelvem, mondjuk így,
nem mondhatom ezt, tehát hogy nem, mert ha az lenne, akkor tudnék kiejteni benne. De nem tudok kiejteni benne semmit normálisan, legtöbbször. Nagyon-nagyon meg kell erőszakolni az agyamat ahhoz, hogy jó kiejtés erőszakoljak ki belőle. Az akkor, amikor mondjuk kimondom azt, hogy mit tudom én, axe, akkor az szándékos. De van olyan, amikor úgy lehet érezni azt, hogy szenvedek azzal az egy darab szóval, mert nem teljesen vagyok benne biztos, hogy kell kiejteni. Nagy elemental energy. Jó, hát ez így mára ennyi. Hoppá. Jó, szóval, ez nem kell most. Ilyenünk már van, az most nem kell több, mert annyit nem pecázunk. De, ezen én nagyon gondolkodom. Az a baj, hogy ezt a bítes hülyeséget is meg kéne csinálni, bár ehhez goldbar kell. De menet közben amúgy bétát tudok csinálni. Itt van. Bug meatből. Oké, bug meatből tudok csinálni ilyet. Nagyon jó vagy. Itt kaptunk egy követ. Így. Szóval, bug meatem meg van 18. Az azt jelenti, hogy tudok csinálni 18x5 ilyet. De nem akarok annyit csinálni. És akkor egy ilyen kreppotot le tudnék gyártani. És a kreppotot levisszük ide alulra. Ezért kell kitakarítani, mert nem tudok lemenni a pálya aljára. Csak hát energim sincs. Épp vagy ott. Evitték a mókusok. És akkor annyit csinálunk, hogy kreppotot megpróbálunk ide. Oda. Akkor nem. Így. Nem! Tedd le. Nyisd meg! Nyitod meg. Mivel mondtad? Ja, hogy egyesével tudom belepakolni. Az új szívás. Jó, ezt a képet is kiteszem most már magamtól. Nem? Kérsz egy ilyen képet ide a falra? Akkor nem. Mert a kreppotokból mondjuk ide is be lehetne rakni, csak itt biztos, hogy nem fog semmi mást, csak szemetet itt. Azt régen mindig úgy csináltam, hogy itt ezt telepakoltam, és akkor csak a szemetet néztük belőle, hogy ez meglegyen, mert például ott van, kaptunk egy vasat. Iron ore. Hello. Hát ez úgy nem rossz. Mert ezt meg be tudom csapni ide. Ha! Jó, ez a nap egy picivel gyorsabban fog véget érni. Várjál, ezt a kis képet onnan lekapjuk, átrakjuk oda. Akkor add ide ezt egy képet. Ledőle, hogy szia kutyú. És megyünk aludni. Este 7 van, már az úgy jó. Alapból is el szoktam húzni az időtöket a hülyeséggel, úgyhogy teljesen mindegy. Oké, ilyet tudunk. Elvileg már tudunk. Lot of pollen, nagyon jó. Milyen napunk van. Jó hangulatban vannak. Na, mi van már? Grandpa 500-at küldött. Nyomjad a fater, nyomjad. Én örülök neki. Azért az 500-ért se kell megdolgozni. Ingyen pénz. Na. Nincs víz.
Ezt már nem akarom újra ülni. Ebből mi lesz? Elfelejtettem, mit ültettem oda. Valami búzaszerűségnek tűnik, de azt szerintem nincs. Jó. Az a baj, ha most lemegyünk alulra. Az baj. Ha lemegyünk alulra, akkor vége a napnak. Ezt ide. Ilyenünk van, ilyenünk van, ilyenünk itt van. Hát, meg ilyeneket most tartom magamnál. Most úgyse nagyon megyünk sem erre olyan helyre. Szepet kirakhatom. Ezt a kvarcot is. A parsnipből, abból volt egy elrakva. Ott a többi bugmeat. Ujj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 
van. Hogy állok kettő, még kell egy vas. Jó. Azért majd lemegyünk. Elmegyünk erre az eventre, csak azért, hogy... úgymond legyen meg az event. Azt sem tudom, hogy ilyenkor kitrak-e jönni ehhez a jó fiúhoz. Vagy az event miatt amúgy alapból csúszunk egy napot. Az egésszel. Megint mag. A gyerekek. Tükön ülök. Láthassam-e? Nem. Senkinek semmi nincs kidobva. Szerintem amúgy kint van a fesztiválon. Jól gondoltam. Ja, menjünk, zavarjuk le. Legalább mindenkivel beszélgetünk egyet. Én úgy emlékszem, hogy ha már beszélgettem valakikkel... Szóval, Vini, menjél meg gyorsabban, kérlek. Vincenték nem jönnek? Ezt mondtam. Rare Crow 2500. Majd kollégám a később. Nem 5 perces játék lesz. Nevermind. Mondom, nevermind. Kösz. Nem. Az a baj, hogy elvileg senki nem fog velem táncolni. Én ezeket az eventeket csak azért szoktam végigcsinálni, hogy mindenkivel beszélgessek. Mert én úgy tudom, hogy ez a beszélgetés... De? But no. Okay. Igen? Oh, no thanks. Jó. Figyelj. Mindenkit végig kérdezgetünk, mi lenne? Ne, Linus nem lehet. Pedig vele vagyunk. Ah, Shane. Gyere! Kösz! No. Jó van. Luis? Ne. Még beszélgetünk. Hello, ti az előbb teljesen más irányba mentetek. Hogy vettek itt? Vinny? Jazz?
Hát, én nem haragszom. Azt csodálkoztak. Mindenki visszautasít. Csodálkoztok, hogy nem beszélgetek veletek. Van jobb dolgom is. Mint az, hogy a sok hülyeséget olvasgassam. Mármint, hogy hallgassam. No. Jó, na, önök, kezdjük el! Da! Mehet, főnök. Főnök neki. Skip. Úgyhogy bocsi, végig kell szenvedni velem. Whee! That was fun. Nagyon fun volt. Jó. Így biztos, hogy kész lesz. A báka, a kalap, baltánk. Az a baj. Nem olyan nagy baj ez. Mivel van egy elv, hogy két, még van energiám. Két rész kerül egy videóba. Most ezen gondolkodtam el, hogy ha megpörgetem a következő napot, akkor aránylag gyorsan végzek a következő nappal. Tudom, hogy mi hová megyünk csákányozni. Ide le. Nem. Azt mondja, üzd már ki. Így. Ezeket itt. Kicsatkodjuk. Az a baj, én úgy emlékszem, hogyha nincsen beépítve a terület, azért szoktam én... Tudom, nem azt ütöttem, hülye. Az a... Jó, verre. Mi érdekel engem már ebbe? Egyszer kifutottuk a lelkünket azért, hogy beérjünk időben. Van benne rák! És ez meg a pecázás skillünket viszi, tehát nem kell pecáznom ahhoz, hogy pecázzak. Minél több van, annál többet fogunk kapni. Tehát azért akarok a következő nap, lemegyünk megint bányába. Az a baj, hogy a csákányt kellett volna először odaadni neki, ha így... Já, elfelejtettem, nagyon régen játszottam már amúgy a játékkal. Félig meddig most szokok vissza bele, tehát hogy... Igen, eladunk. Félig meddig most szokok vissza, úgyhogy az a baj, hogy... Oké. Kutyúval is tudunk beszélni. Go to the doo prap. 93-ba kerül, hát most hello. Ha minden nap kifogunk 10 darab ilyet, az 930, majdnem egy ezres. Szóval, az lenne a cél. Itt van, Copper X is ready. Nagyon jó. Szóval elmegyünk. Következő részben elhozzuk az X-et. Most csak azon filózok, hogy megvolt a két nap, ugye? Egy, kettő. Igen. Tehát elvesztettem a fonalat. Tehát következő alkalommal elmegyünk és elhozzuk az X-et. Beadjuk a csákányt. Menet közben az a baj, le kellene menni a csákány előtt még a... Na mindegy, nem.
nem megyünk le, hanem beadjuk a csákányt abban a pillanatban, ahogy kiveszik az exet, és akkor utána meg elkezdünk menet közben hardwoodot gyűjteni, hogy el tudjuk kezdeni és megépíteni mihez kellett ez? A vörmbin, mert akkor nem kell bétet gyártanom, hanem vörmöket fogok kapni. És akkor ez így magától fogja úgymond termelni nekünk, csak egy goldbar kell hozzá, így is kell a csákeny. Basszus! Nem baj, a hardwooddal legalább hátha gyorsabban haladna a dolog. Ilyet még mindenféleképpen akarok gyártani, mert ez a crappot, ez nekünk... Tehát azt szeretném elérni, hogy az első év végére a nagy része a dolgoknak abból jöjjön, hogy ilyen automata dolgokkal dolgozunk. Nem kell mézet tehát a mézből nem tudom, hogy mit lehet majd csinálni, majd ezt annak utána nézek. Vagy hát majd a játék majd megmondja, hogy mit tudok belőle kezdeni. De azt hiszem mézsört. Aztán a mézből most az elején annyit fogunk csinálni, hogy amikor legyártottuk az első beehouse-t, onnantól kezdve eladogatjuk. És én úgy emlékszem, hogy a maple syrup meg az összes többi ilyen cucc is elég jó ilyen téren, hogy eladjuk. Nem vagyok benne biztos, majd ezt kipróbáljuk. Hogyha meg lesz az első mézünk, akkor egyből eladjuk a mézet. És akkor megnézzük, hogy mit tudunk belőle kihozni. És az a lényeg, hogy mindent úgy fogunk innentől csinálni, hogy megyünk abba az irányba, hogy a termelésünk, amit csak lehet, automata legyen, és nekünk ne kelljen vele foglalkozni. Azért is akarok lerakni crappotokat, mert ez fogja nekünk szépen a halakat, meg a különböző ilyen édesvízi cuccokat, és akkor ezeket, ha lerakosgatom, nekem már utána csak annyit kell csinálnom, hogy bétet kell gyűjtenem, amit utána a vörmbinnel meg tudok oldani, és akkor ha már megvan a vörmbinem, és van legalább 2-3 ilyenem, akkor alapból azzal, hogy lemegyek bányászni, is tudok szerezni még béta alapanyagot, tehát hogy megint megvan oldva a probléma, és akkor utána nagyon-nagyon gyorsan rá kell másznom a majonéz machine-re, ami azt vonza magával, hogy csinálnom kell csirkéket. És kész. A csirkék, úgy emlékszem, hogy 7 esznek, tehát először mindenféleképpen le kell raknom a tárolót, és akkor utána szépen lassan majd építünk mindent fölfelé. Jó van. Lájkolj, iratkozz fel, szólj hozzá, mondd el a véleményed, és gyere Discordra. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!